Egy jobb agyfélték és rajztanfolyam után maradt a kezében a ceruza meg az ecset, s töltött egyre több időt rajzolással, festéssel Nagy Kóré Mária. Igazából nem sokáig jártam, 10 alkalommal voltam, mert én egy renitens ember vagyok, és én nem vagyok hajlandó beállni a sorba és ugyanazt csinálni, mint a többi. Ez egyébként a képeimen is látszik. Másképp kezelek, és kellett egy pillanat, amikor kizárhatok mindenkit, körülöttem lévő embereket, és csak rólam szóljon a dolog. Így jött egyébként ez az egész. Akár egy fotó, akár egy pillanatnyi hangulat eldöntheti, hogy mit tár a nézők elé a festő. Lehet az egy épület, egy arc, vagy éppen egy zenkút. Ez határozza meg aztán a technikát is. Azért nekem kedvencem a késes technika, mert sokkal erőteljesebben lehet vele dolgozni. Igaz, hogy sok festéket igényel, ami nem túl gazdaságos, viszont igen, rám ez a jellemző, és minden kiállításon kirívnak a színek, azért is ez a címe a kiállításnak, hogy színek és vonalak, mert nem bánok kesztyűskézzel a színekkel. Változó az is, hogy mennyi időt kell a képpel töltenie. Általában magányosan dolgozik, alkalmanként megy el egy-egy kurzusra. A nagy képeken ugye nyilván több napot dolgozok, meg az időm, hogy ugye engedi. Kis képeknek, hogyha nekiállok, vagy ez a téma borzalmasan izgat, és nem tudom abba hagyni, akkor az elkészül az egy nap alatt, és utána már nem nagyon. Olajat esetleg még elkezdek maszatolni, mert ugye az sokáig nyers, de az akrilt, az befejezem, ott már nincs, lelakkozom, és nincs visszaút az olyan.